Sziasztok! A mai alkalommal egy kicsit az automatizációk felépítéséről szeretnék beszélni, hogy kicsit demisztifikáljuk az automatizációkat. Hogyan is néz ki egy automatizáció? Az automatizációk esetében három paraméterünk lesz. Ezt látjátok általában a legtöbb automatizációt végrehajtó központon, felületen, okos otthon megoldáson. Lehetnek ezeknek más a nevei, de nagyjából mindegyik ugyanazt fogja jelenteni, és ugyanazt fogja végrehajtani, mint amiről most itt beszélünk. Először is beszéljünk a kiváltó eseményről, a triggerről. A trigger mindig valamilyen állapotváltozást jelent, valaminek a bekövetkeztét. Ugye ez a valami lehet éppen egy időpontnak az elérkezése, hogy mondjuk este 6 óra 10 perc van. Ez lehet az, hogy valamilyen kapcsoló állapota ki állapotból be lett. Ez lehet ugyanígy, ha egy átlépünk egy képzeletbeli vonalat a számok között, tehát valami kisebb lesz, vagy nagyobb lesz valaminél, például a páratartalom 60% fölé emelkedik, illetve lehet még ezen kívül bármilyen más elem, érzékelő, bármi, ami állapotot vált, és erre az állapot változásra fog elindulni az automatizációnk. Például lemegy a nap. Ez lehet a nap érzékelő szenzornak az állapot változása, hogy átvált mondjuk éjszakára, vagy éppen átvált nappalra, hogyha napkeltét nézzük. Utána, hogyha ez az esemény indító teljesült, elindul az eseményünk, akkor még az eseményt felülvizsgálhatjuk egy feltétellel, conditionnel. A feltétel condition az egy állapot, nem egy esemény, nem egy állapotváltozás, hanem egy konkrét állapot. Ez nem is indítja el az eseményt, hanem megakadályozhatja az esemény futását. Ha ez a feltétel teljesül, tehát azt mondjuk, hogy a feltett kérdésre, hogy ez a feltétellel kapcsolatos kérdésre igen a válasz, akkor az automatizáció tovább fog futni. Ha nem a válasz, akkor viszont nem fog végrehajtódni az automatizáció, független attól, hogy a kiváltó esemény megtörtént. Ilyen feltétel lehet az, hogy például otthon van-e valaki, az, hogy hétköznap vagy hétvége van, egy adott napszak van például reggel, este, éjszaka. Ez a feltétel lehet valamilyen érzékelőnek az állapota, például, hogy mozgást érzékel egy érzékelő, vagy éppen nem érzékel mozgást egy érzékelő. Ezek a feltételek minden esetben, ebből többet is megadhatunk, ezek a feltételek minden esetben úgy kapcsolódnak össze, hogyha többet megadunk, hogy vagy feltétel, tehát bármelyik feltétel teljesülése esetén megszakad a műveletünk, megszakad az automatizációnk. Még hogyha visszamegyünk a kiváltóra, tehát a triggerre, a triggernél úgy néz ki, hogy ott minden esetben variálhatunk vele, hogy az adott esemény, ami történik, az magában váltsa ki, és akkor felsorolunk többet, tehát megint csak vagy kapcsolat van. Lehet és kapcsolatot is rakni ezek között a kiváltóknál, viszont ebben az esetben, ha és kapcsolat lesz, az egyik kiváltó eseményből átmehetünk inkább egy feltételbe, egy conditionbe. Tehát a kiváltó események között általában vagy kapcsolat van, a feltételeknél, a conditionöknél, ott általában valamelyik mindegy, bármelyik meg tudja akadályozni, itt a vagy on kívül lehet és feltételt is rakni általában, tehát minden feltétel teljesülése esetén szakítja mondjuk meg a futást, tehát nappal van és 20 fok például. Ha mind a kettő feltétel teljesül, ezt így foglaljuk össze az és feltételbe, akkor fogja megállítani, vagy éppen tovább engedni az automatizáció futását. És az automatizációnak az utolsó pontja, az maga a művelet, amit végre akarunk hajtani, az action.
amelyik lehet bármilyen feladat, itt lehet egy változó értékének megváltoztatása, lehet egy kapcsoló bekapcsolása, lehet egy világítási jelenet elindítása, bármilyen műveletet végrehajthatunk itt. A lényeg az, hogy ez akkor fog végrehajtódni, ha a trigger, vagyis a kiváltó esemény elindította az automatizációt, és a feltételek, amik a conditionben fel vannak sorolva, mind teljesül. Nézzük akkor egyszerűen végig egy példán, hogy hogy is épül fel ez az automatizáció. Első lépésként legyen az, hogy megváltozik a nap állapota, ugye a nap szak a sötétedés irányába mutat, lassan átérünk a napnyugtába, és azt mondjuk, hogy a kiváltó esemény, az igazából egy időpont, ugye a napnyugta az folyamatosan változik napról napra az év során, de minden esetben egy időpontra tudjuk meghatározni, hogy ebben az időpontban tekintünk arra, hogy elkezdődik a napnyugta. Tehát amikor a napnyugta elkezdődik, napnyugta van, feltételként betesszük, ha valaki van otthon, és a műveletünk az lesz, hogy kapcsoljon fel a nappaliban az olvasó lámpa. Ugye egyszerű a feladat, amikor elkövetkezik a napnyugta, akkor az automatizáció elindul, első lépésben megvizsgálja, hogy van-e otthon valaki, ez a feltételünk. Hogyha erre a válasz igen, van valaki otthon, akkor le fogja futtatni a műveletet, vagyis fel fogja kapcsolni a nappaliban lévő olvasólámpát. Ennek ugye meg lehet a párját is csinálni, hogyha napkelte van, és van otthon valaki, ugye ez egy fontos kérdés, hogyha mi közben elmegyünk otthonról, akkor égve maradjon-e a lámpa, vagy sem. Ezért a lekapcsolást nem feltétlenül kötjük ilyenkor ahhoz a feltételhez, hogy otthon van-e valaki, hanem mondjuk megvizsgáljuk az automatizáció, hogy fel van-e kapcsolva a lámpa, és lekapcsoljuk. Ezt azért szoktuk megejteni, hogy felesleges műveletet ne küldjünk ki a hálózatra, feleslegesen ne tereljük a kommunikációs hálózatunkat plusz egy jellel, ha már le van kapcsolva a lámpa, akkor ne akarjuk lekapcsolni. Tehát feltételként mondhatjuk, hogy csak akkor próbáljuk meg lekapcsolni a lámpát, hogyha az a lámpa valóban fel van kapcsolva, tehát a nappali olvasó lámpa bekapcsolt állapotban van, akkor a nappali olvasó lámpát kapcsolja le. Ilyen egyszerű, rengeteg ilyen műveletet tudunk végrehajtani, rengeteg ilyen automatizációt tudunk végigvinni. Ezekben lehet variálni, hogy több művelet történjen meg, a műveletek között esetlegesen időbeliséget is tudunk definiálni, tehát az adott művelet milyen sorrendben következzen, esetleg milyen időszakos eltolásokkal következzen, tehát szünetek az adott műveletekben. Ez például egy mozgásérzékelős lámpakapcsolásnál például meg lehet tenni, hogy a kiváltó például egy mozgásérzékelés, hogy a fürdőszobában mozgást érzékeltünk. Feltétel, hogy a fürdőszobában le van kapcsolva a lámpa. És a művelet az, hogy kapcsoljuk fel a lámpát a fürdőszobában. De ezt a műveletet tovább folytathatjuk, hogy azt mondjuk, hogy van egy várakozási periódusunk itt a műveletben, akkor automatikusan felkapcsoljuk a lámpát, és a várakozási periódust végigvárja az automatizáció, tehát fut csendben a háttérben, de nem csinál semmit ebben az időszakban. Azt mondjuk, hogy mondjuk 3 percig várakozzon, majd 3 perc után vizsgálja meg, vagyis feltételt szabunk újból, hogy van, hogy a mozgás érzékelő állapota a mozgást érzékel, vagy már nem érzékel mozgást, és ha nem érzékel mozgást, akkor kapcsoljon le a lámpa. Ebben az esetben ugye szabtunk egy 3 perces határt, amit, hogyha 3 perc után átlépünk, tehát, hogy még mindig van mozgás a fürdőszobában, akkor leáll
ez az automatizáció. Viszont mondhatjuk azt is itt a várakozásnál, hogy várakozzon egészen addig, amíg azt nem kapja az érzékelőtől vissza, hogy nincs mozgás. Ha ezt rakjuk simán csak be, hogy nincs mozgás, és akkor kapcsoljon le a lámpa, akkor előfordulhat pont az, amelyik mondjuk tipikusan a nagyáruházak WC-ben szokott előfordulni, hogy integetni kell a mozgás érzékelőnek, hogy vegyen újra észre minket, hiszen rögtön lekapcsol. Ilyenkor adhatunk meg neki egy időtartamot is általában a feltételként, tehát ha már nem érzékel mozgást, mondjuk 2 percig. Ez azért jó, mert ez az érzékelő mindig újraindul itt az automatizáció közepén, egészen addig, amíg biztos, hogy 2 percig nem érzékelt mozgást, és utána fogja lekapcsolni a lámpát. Tehát ezzel tudjuk biztosítani azt, hogyha valaki bent volt a fürdőszobába, kiment és 2 percig nincsen már újra bent senki, akkor automatikusan lekapcsol a lámpa minden esetben. Viszont a feltételekbe beleraktuk, hogyha le van kapcsolva a lámpa, tehát nem fog elindulni az automatizáció, a mozgást érzékel, de fel van kapcsolva a lámpa, vagyis akkor nem is fogja lekapcsolni. Így oldatjuk meg azt, hogy mielőtt belépünk a fürdőszobába, felkapcsoljuk a lámpát, akkor a mozgásérzékelő nem fogja lekapcsolni nekünk a lámpát. Ezt a feltételt kivesszük belőle, akkor onnantól kezdve, hiába kézzel kapcsoltuk fel a lámpát, ha kimentünk a helyiségből, akkor automatikusan lekapcsolódik a lámpa az adott idő után. Hát így néznek ki a platformfüggetlen automatizációk. Ezeket, hogyha legyártjuk fejben, végig gondoljuk ezeket az automatizációkat, akkor ezt bele tudjuk illeszteni valamilyen módon minden okos otthon rendszerbe, minden automatizációs platformra, hiszen ezek alapján, ez if this then that kategóriájú automatizálás alapján tudunk egyszerűen automatizációkat létrehozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, legközelebb újabb érdekes tartalommal jövök, sziasztok!